Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi földünknél. Lehet létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom. Hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz. Már nem vigyáz a cseppnyi földre, és el kell mennünk mindörökre. Fényév távolság, csak hallgatom, csak bámulom. Zengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem, hallom hangjait és álmomédát. Ott a tenger, itt az én hajóm. Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim. Pápán az egykori zalkásokkal a 90-es évek elején mutatták be a Légy jó, mint halálig-ot, mely nagy siker volt, ezen felbuzdulva vágtak bele a padlás próba folyamataiba. Közel fél évig teltház előtt játszották a darabot, nem csak Pápán, hanem más városokban is nagy sikert arattak. Mindennek már 30 éve, a kerekéforduló kapcsán találkoztak a szereplők és a műszakban dolgozók. Piller Károly rendező, a darab egyik szereplője szerint hihetetlen, hogy a bemutató óta már eltelt 3 évtized. Hihetetlen az a távolság, ami itt feszül ebben a 30 évben. És most elképesztő, hogy a lányok forszírozták, hogy hozzuk létre ezt a 30 éves találkozót. És most hihetetlen érzelmek kavarognak, hogy most itt megint együtt vagyunk azok az emberekkel, akikkel 30 éve ezt itt alkottuk. Nagyon-nagyon lelkes és kedves csapat jött össze erre a felhívásra, és nagyon jó emlékeket idéz az egész. Annak idején miért a padlásra esett a választás? Mert egy könnyű darab, mármint a szó azon értelmében könnyű darab, hogy egy szórakoztató, vidám, kedves, gyakorlatilag egy mese. Nem igényelt olyan különleges kvalitásokat, mint azért egy nehezebb nagy darab, amit igényel. És sokan kérdezték, hogy mi volt a sikertitka, hiszen azért rengeteg előadásunk volt, több mint 25 előadás volt. Abból csak Pápán, ha jól emlékszem, 17 telt házas. Amit szerintem ma nem biztos, hogy meg lehetne ismételni. És szerintem egyetlen titok volt benne, hogy mi nem szereplőket, nem színészeket kerestünk benne, hanem karaktereket. És minden egyes szereplő az egy adott karakter volt. Szerintem annál hercegebb herceg, mint az Elekes Peti, ami darabunkban volt, soha az országban sehol nem volt. És ez igaz mindenkire. Gyakorlatilag bármelyik szereplőt nézem, azért gondoltuk őt, mert hogy ő az a karakter volt. Innentől kezdve nem kellett színészkedni, hanem mindenki hozta önmagát, és azt hiszem, hogy ez hozta a darabnak a sikerét. Az nem titok, hogy mi egyetlen forintot sem kerestünk vele. Az összes pénzt, amit az előadásokért bevételként megkaptunk, az mindegy jótékonysági gyermekalapítványba fektettük be, és ez nem az a fajta gyerekalapítvány volt, aminek a fenntartási költsége fölérte azt a pénzt, amit a támogatók adtak, hanem az utolsó fillérig kifizettük rászoruló és beteg gyerekeknek az iskoláztatásával kapcsolatos költségekre. Köszönöm azoknak, akik segítettek abban, hogy létrejöjjön. Annak a két lánynak, aki megszervezte ezt a találkozót, Vadász Kriszti és a Szabó Zsuzsi, és külön köszönjük ennek a vendéglátóhelynek, a nekem nyolcnak, akik befogadtak bennünket erre az alkalomra. A musicalben Katona Izabella a kölyköt játszotta. Nagyon furcsa visszajönni 30 év után, és hogy ez végül is 3 darab évtized, és az ember így a fejében nem érzi ezt az öregséget, és nem érzi az időmúlását, és nem érzi azt, hogy ennyire gyorsan mennek az évek, de ez megdöbbentő. Tehát így újra találkozni, újra itt lenni, és tényleg olyan egészen mélyről jön fel az az érzés, ami akkoriban így hatalmába került, kerített bennünket esténként. Vadász Krisztina sünit,
a rádiós szerelmét alakította. Nagyon jó volt egyébként, mind nehéz beszélnem, mert hogy az egész itt van a szívemben. És vannak azért az életnek olyan részei, szakaszai, időszakai, amir nehéz szóba önteni, mert hogy annyira pozitív érzésként van itt, hogy amikor kimondott szavakkal, akkor már valahogy nem azt jelenti. Nagyon jó volt egyébként minden előadás, az összes próba, az olvasó próbáktól elkezdve már a díszletben való próbákig, a díszleteket is ugye mi csináltuk, tehát igazából minden a mi kezünk munkáját dicsérte, és nagyon jó csapat kovácsolódott össze. Az is bizonyítja ezt, hogy itt nem csak úgymond színészek vagyunk, amatőr színészek vagyunk, hanem azok is eljöttek, akik a műszakban segítettek minket, tehát akik a fénytechnikusok voltak, a hangtechnikusok voltak. 4 ember nem jött el ebből az egész csapatból. A Lombos Janikót említettem, ő az egyik rendezője volt a darabnak, ő egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott itt lenni. Kádár Miklós, aki dupla szerepet játszott, lebetegedett, sajnos azért nem tud itt lenni, illetve van 2 halott is, Tegyi Tibor és Nagy Dezső. Tegyi Tibor T. Müllert, a házmestert játszotta, egy nagyon negatív szereplő volt, úgyhogy én megmondom őszintén, nagyon sokáig tartottam is tőle, mert azonosítottam a szerepével, és kiderült, hogy egy szívlélek ember, illetve Nagy Dezső, ő pedig a számítógépet játszotta, neki csak a hangját lehetett hallani, ő testben nem jelent meg a színpadon. Elekes Péter a herceget játszotta. Kezdetben vaciláltam rajta, hogy szabad lehet. Színpadon én a zenébe úgy jobban otthon voltam, és volt tapasztalatom, de színpadi játékban egyáltalán nem. És hát rövid tanakodás után igen mondtam, és aztán rövidesen meg is kezdtük a próbákat, és aztán közben színpadra állt a darab, végigjátszottuk. Én nagyon jól éreztem magam ebben a szerepben, egy nagyon hálás, kedves szerep volt. Milyen érzés most 3 évtized után találkozni az egykori társakkal? Én 26 esztendővel ezelőtt elszármaztam pápáról, úgyhogy tényleg ritkán találkozunk a többséggel, van, akivel időnként összefutunk, Karcsival rendszeresebben egyébként, és jó érzés, hát persze, hogy jó érzés. Nagyon jó érzés volt, hogy elsőre mindenkit megismertem, úgyhogy ez nagyon jó, és sokat várok az estétől, hogy még jobb lesz. Az ember életében vannak dolgok, amit nem szívesen hagyna ki. Én azóta sem szerepeltem színdarabba, de hogy itt lehettem, annak örülök, és örülök neki, hogy nem maradt ki.